Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a fantasztikus hangulatú Audi Arénából. A Győri Netto Kézilabda Klub és a Ferencváros mérkőzése akár a bajnoki címről is dönthet, de jó esély van arra is, hogy mondjuk semmi ne dőljön el még, és az utolsó fordulókban kelljen majd izgulni azért, hogy melyik együttes lesz a bajnok, a címvédő és a Bajnokok Ligája címvédő Győri Gárda vagy a Fradi együttese, amely 3 éve egyszer már megtréfálta a győri csapatot és elcsente a bajnoki címet éppen májusban egy itteni győri 27-25-ös győzelemmel. Azóta azonban elég sok alkalommal találkozott a két együttes, és hát meglehetősen szoros mérkőzéseket játszottak. Egyetlen egy lóg ki a sorból, a sok döntetlen hétvéteresekkel eldőlt találkozó, vagy éppen az októberben a Ferencváros pályáján 27-25-re megnyert, Fradi által megnyert mérkőzés sorából. Ez az egyetlen győri fellépés 2016. szeptemberében, akkor nagyon megverte 28-19-re a bajnoki címvédő Ferencváros csapatát az Etto, és érdekes módon másfél éve ezen a pályán nem is találkozott egymással a két csapat. Ritkán alakul így a program, de most ilyen hosszú kihagyás után futnak össze újra a Győr pályaválasztás mellett a nagy ágyuk. Ugye elhangzott itt a felvezetőben, hogy talán alapszakasz mérkőzésnek, nem playoff meccsnek, nem döntő meccsnek soha nem volt még ekkora jelentősége, mint ezúttal ennek a találkozónak, pláne a őszi Fradi győzelem, két gólos Fradi győzelem fényében. A Győri Gárdának nem is elég pusztán nyerni a mai mérkőzésen, hanem ezt legalább 2, de inkább 3 góllal kellene megtennie a csapatnak. Ugye egy gólos győzelem azt jelenteni, hogy az egymás elleni eredmény még a Ferencvárosnak kedvező a bajnoki végelszámolás esetén, tehát hogyha egyik csapat sem veszít továbbra sem pontot más riválisokkal szemben, akkor a Fradi meg tudja előzni a Győrt. Ha 2 gól a különbség, akkor viszont nem számítanak az egymás ellen idegenben szerzett gólok a bajnoki kiírás kapcsán, hanem számolgatni kell majd a végelszámolásnál az összgól különbséget a 26 teljes forduló alapján. Szóval akkor még majd megy a matek rendesen, tehát ettől még egyelőre nagyon-nagyon messze vagyunk. A Ferencváros együttese érkezik elsőként a bemutatáshoz a pályára. Közte ugye azzal a Hatfi Grétával, aki a sérült kapus Szikora Melindát igyekszik majd pótolni, hogyha úgy hozza a sors. Egy mindössze 16 esztendős hálóőrről van szó, úgyhogy azért azt mindenki tudja, hogy elsősorban a Fradi kapus teljesítménye itt ma ezen a meccsen Bíró Blankán áll. A többi ferencvárosi játékos a hírek szerint egészséges és nagyszerű formában van. A győriek pedig számíthatnak erre a fantasztikus hangulatra, erre a káprázatos látványra is, amit szurkolóik ide varázsoltak a hazai csarnokban. A házigazda győri Audi Etto KC együttesében ugye két hiányzó, Tomorit és Nora Mörköt megemlíthetjük, mindenki más visszatért már legutoljára a sérüléséből felgyógyuló Mikke Groth, aki a Vás elleni találkozón a hétvégén már azért lépett pályára, hogy ne ez a Fradi elleni rangadó legyen az első meccse visszatérését követően, úgyhogy tényleg mindenkire lehet számítani, még hogyha néhányan Hansen, Körbic, akit az imént mutattak be, Oktedal, vagy éppen Amorin, illetve González kisebb-nagyobb nyavajákkal bajlódnak is ezen a mérkőzésen is mostanság. Amíg a győriek a Bajnokok Ligája Final Four-ra készülnek, ami majd május 12-én és 13-án kerül sorra a budapesti Papp László sportarénában, és ahol a címvédőnek az egyével azelőtti a 2016-os győztes Bukarest lesz majd az ellenfele a szombati elődöntőben. Addig a Fradinak gyakorlatilag április 14-e óta, a BL búcsú óta tudva levő, hogy ez a meccs jelenti a szezon esélyét, a bajnoki cím esélyét, hiszen ez egy trófea maradt, amit Ele Gábor csapata még megszerezhet. Még a győrieknek a már begyűjtött Magyar Kupa után, még a Bajnokok Ligájában is esélyük nyílhat a címvédésre, ahol egyébként
még sem férfi, sem női vonalon nem volt címvédés, mióta a Final Four-os rendszer élvényben van, úgyhogy meglehetősen nagy bravúr lenne, hogyha Ambrose Martin egy ilyen remek csapat élén ezzel a teljesítménnyel tudna búcsúzni. Egyébként címvédés már neki is, és a csapatnak is sikerült, csak 2013-ban még a régi rendszerben, oda visszavágós alapok, 2014-ben pedig már a Final Four-on keresztül nyerték meg a BL serleget a győri zöldfehérek. Ambrose Martin azt mondta, hogy élvezni szeretné az utolsó győri heteit, napjait, de hát őt és a csapatot ismerve állíthatod, csak akkor élvezi igazán, hogyha minden lehetséges trófeát begyűjt a társaság, vagyis nyer a csapata. Ehhez pedig a mai napon egy olyan Ferencváros csapatán keresztül vezet az út, amely ugyan április elején eléggé gödörbe került, és a legerősebb ellenfelekkel a legfontosabb mérkőzésein rendre alul maradt, 4-ből 3 vereség abban a 2 hétben, de utána nagyon szépen magára talált a Fradi, és bizony nem könnyű bajnokikat az Érd, a Dunaujváros és a Debrecen ellen, az utóbbi 2 ráadásul idegenbeli, legalább 10 gólos különbséggel rendkívül meggyőzően, motiváltan és lendületesen tudott megnyerni a Ferencváros gárdája. Ha erre a játékra épít ma is Elek Gábor, és szót fogad a csapat mondjuk Kovacsics Anikónak, aki azt mondta, hogy van is vesztenivaló, meg nincs is ezen a mérkőzésen, akkor felszabadultan egy igen-igen jó meccs kerekedhet ebből, és akkor akár még a Fradi játékosai nagy meglepetést is okozhatnak. Abban azt hiszem sok semleges néző is egyetért Cucsánszky Zitával, és itt az interjúban is hallhattuk, hogy sok másik csapat vezetőivel, játékosaival, hogy a Fradinak talán a nagyágyú Győr ellen, a világsztárokat felvonultató Győr ellen, mint amilyen olyan kis testvérként sokan szurkolnak azok közül is, akik nem feltétlenül Ferencváros szurkolók. A Győr csapatában a mai napon is 7 idegen légiós találunk Ambrose Martin nevezése alapján, és hát ugye vezető szerep hárulhat majd, ahogy itt a felvezetőben is láthatták, Amorimra, aki legendás légiósként már a 8. bajnoki címéért hajt a győri csapatban, vagy éppen a visszatérő Grótra, Oftedárra és Hanserre is. Itt a Ferencváros gárdája, ahol bizony elsősorban Biro Blanka kapus teljesítménye és a 2-3-as védő Szekeres és Snelder védekezése lehet majd a kulcs. Nagyon megható momentummal kezdődik a mérkőzés. Ha jól füleltem, akkor a vendég Fradi szurkolói zendítettek rá a himnuszra, de azonnal kapcsolódtak a győriek, és még a vonalarcvashegyiek is. Úgyhogy ezzel indul a mérkőzés, amelyen majd fehér mezben láthatjuk a Ferencváros együttesét, és zöld-fehérben a házigazda győri Audietto KC-t. Köszönjük szépen, Attila, váltsuk még egyszer boldog születésnapot kívánunk, és jó szurkolás a mérkőzésre. Ezt kérem minden győri szurkolótól itt az Audietto-ban, hogy szurkoljunk együtt és hangosan. Hajrá, Tomó! Hajrá, Győr! A játékvezetőkről nem esett még szó, a Horváth Péter, Marton Balázs kettős fújja a sípot ezen a rangadón, és ebben a pillanatban el is kezdődik a várva várt mérkőzés, amit gyakorlatilag október vége óta várhatnak a női kézilabda, vagy unblock a kézilabda rajongói, hiszen azóta azt hiszem mindenki arra számított, hogy ez lehet a bajnoki címről döntő mérkőzés, nem akármilyen mérkőzés. Görbic teszi tovább a labdát, aki irányító poszton kezdi a találkozót, ahol mostanában remekel újra, Amorim ki a szélre, Bódi vég,
Rót, a leválni készülő Brock, és a szélen Puhalák a győriek kezdő csapatában, a kapuban pedig náluk Grimsbő, a túloldalon természetesen Bíró Blanka kezd. Görbic. És az első lövésnél Bíró véd szépen. Snelder indít már is. Schatzl megy el. És ott az első gól a találkozón. Vezet a Ferencváros egy gyors indításból szerzett góllal. Ez az a lendületes játék, amire a Fradi nagyon építene, amire nagyon számítana. És ez az, amit a győriek, ahogy Bódi Bernadett is erről beszélt, szeretnének megakadályozni. De itt rögtön az első grót lövés után nem sikerült. Amorim. Megragadja őt Snelder. Fradi legkeményebb védője már is begyűjti az első sárgalapját. Mind a sárgalapokat, mind a kiállításokat tekintve torony magasan lista vezető a Ferencvárosnál. Danik Snelder, de az ő és hármas védőpárja szekeres keménységére óriási szükség is lesz ezen a találkozó. Amorim megy befelé. Hetes. Későn zártak már össze előtte. A brazil klassz és lent is marad a földön, Jovanovic kapja a sárga lapot. Óriási jelentősége lehet a 7 métereseknek, aki látta a kupa elődöntőt egy fő hónappal ezelőtt, az ezt megerősítheti ott a mérkőzés során. Görbic egyenlít mindenkülből. A mérkőzés során 5-7 méterest hagyott ki a két csapat, hogy aztán a 7 méteres lövéseknél már csak egyetlen hiba történjék. A 10. lövés, mire a Penapo próbálkozása maradt ki, és azzal jutott a döntőbe, majd később nyerte is meg a magyar kupát a győri csapat. Szucsánszki ejti ki a kezéből kis híján a labdát, Jovanovic. De bent volt már Bódi, marad a Fradinál. Van der Heide. Lőis Jovanovic talán a tűzerővel rendelkező két átlövő. Kezd a Ferencváros csapatában, ezért az aktív játéktól a szezon végén visszavonuló montenegrói klasszis Jovanovic góljával 2-1. Neki is volt kisebb sérülése. A Rostov elleni párharcban kapott ő is, mint ahogy csapattársai is jócskán az osztásból. Ambrosz Márti leendő együttesének játékosaitól. Görbic. Amorim üti le. Kapufal. A kipattanóval megindulhat a Ferencváros. Nagyon jól kezdi a mérkőzést a Fradi egyelőre védekezésben és támadásban is rendben. Gróta szabálytalan Szucsánszkival szemben. Ő is megkapja a maga sárgáját. Combsérülés szenvedett egy április elejé edzésen Nicke Gróta. Nagyon rosszul jött neki, mert borzasztó nagy formában volt. Az Érd elleni meccsen például 12 gólt is lőtt, de a kupa elődöntőn is 8-ig. A döntőn 6-ig jutott, nagy bejátszás. Grimsbő, de 7-es, Snyder. Most bár ahogy Ambrosz Martin fogalmazott, a másik sérült, de Loftedállal együtt már játszott volna Grót is, ha rajta múlik, de a Buducsnoszt elleni Bajnokok Ligája negyed döntőket például kihagyta. Van der Heyden a 7-essel, bent van ez is. Ő lehet a Ferencváros egyik kulcsfigurája ezen a mai mérkőzésen. A közelmúltban azért több találkozón is jól meg tudta szórni magát. A Magyar Kupában bronzmeccsen 5 gól. Az elmúlt két bajnokin 5 és 5 találat szintén. Igen, stabil, megbízható teljesítmény nyújt a német Bietigheimhez távozó holland. Görbic, belemenés. Nagyon jól állt a útját, Schatzl Nadi. Akár 4-1-re is elhúzhat a Fradi. Jovanovic. Görbic labda szerzése. És itt lehet a javítás. Bizony.
így egy helyet, egy klasszis villanással, és Görbic góljával a labdaszerzés után 2-3. Szucsánszki, Lukács, Jovánovics megint, elhagyja ő is a labdát, el is veszik tőle a játékvezető. Jovánovics kezdőbe irányítása elsőre nyerő húzásnak, vagy nyerő meglepetésnek tűnt. Érdekesség, hogy sem Kovacsics Anikó, sem pedig Penna nem volt ott a Fradi kezdőcsapatában. Lukács indult közben, de rossz az indítás, bíró. Ezt elkapkodták most a népligetiek. Ugye elsősorban a Fradinál az extrát, mert a Pennától, a korábbi gólkirálytól és a korábbi győri Kovacsics Anikótól lehet várni. Ők mind a ketten 8-8 gólig jutottak az októberi meccsen, amikor a Fradi 27-25-re legyőzte a győri Audiatok KC-t. Amori, bíró, kipattanó labdát összeszedik a fehérmezesek. Sikerül egyenlítenie a házigazdának. Szucsánszki rágyorsít és belövi. Nagyon bátran, lendületesen vállalkoznak eddig a vendégek. Próbálják kihasználni azt a néhány pillanatot, amit rendezetlennek tűnik a győri védekezés. Brock, Amori, Görbic, most le a szélre. Juholák nem vállalta el. Oda sem nézős passz, Brock, tökéletes megoldás. Óriási labdát kapott Nikke Gróttól. Remekül válik le a beálló, és megszerzi első gólját, ami a bajnokságban neki már a 82. És ezzel az az érdekes helyzet áll elő, hogy ő a Győr legeredményesebb játékosa a bajnokikon. Most előzte meg a sérülés miatt hiányzó Nora Mörköt. Ennek az a magyarázata, hogy Ivet Brock Bódival párban minden egyes bajnoki pályára tudott lépni. Érdekesség, hogy más ilyen győrit viszont a teljes keretben nem találunk. Csak ők ketten játszottak minden egyes magyar bajnoki fordulóban ebben a szezonban a sok sérülés és egyéb okok miatt. Fradinak sokkal állandóbb a csapatot, 10 ilyen játékos található a keretben, hogy minden mérkőzésen pályára lépte. Amorim kapott egy sárgát. Szucsánszki. Van der Heyden, nagy lövés, nagy gól. Felállt védelemmel szemben talán ez volt az első találata a Fradinak. Jovánovicsé is ilyen volt. Nagy labda, Brock hetest harcol ki. Ezúttal Öftedáltól jött az álompassz, oda sem nézve. Görbic meg itt. Ő például azon az ominózus kupa meccsen bő hónappal ezelőtt két hetest is elpuskázott. Most viszont belövi. És ez már a harmadik gólja Görbic Anitának a mai találkozón. Ő a 11. győri bajnoki címéért hajt, természetesen, hogy minden egyes győri klub örök ranglistán, ebben is listavezető. Jovánovics, Brock ragadja meg. Itt leszette róla a trikót is, Brock sárgájával kigyűltek a győri lapok. Szucsánszki, Jovánovics, beleérnek a passzába, Puhalák szedi össze. Ott a karok sűrűjében nem fért el az a labda. Amorim, kicsit későn le a szélre, Puhalák! Ő viszont nem törődött azzal, hogy kicsit késik a labda, nagyon elegáns megoldással átejti a kapus fölött. Itt Amorim belekap, ez a labdaszerzés kulcsa. Megpróbálják eljátszani a belemenés, de nincs
fújás, van viszont győri gól, és győri egyenlítés. 5-5. Most éri utol a riválisát, a hazai csapat. Szucsánszki. Van der Heijden. Jovanović. Oktedal zárt oda. Gyorsan elvégezték a szabad dobást a vendégek. Mert zűrzavarban, hangzavarban nem hallatszik a síp, szóval már a játékvezetők megállították a játékot, és törölni kell. Itt van, ahogy Kót már a sárgája után teszteli Jovanović mezét. Jovanović, Szucsánszki kitámasztásból kapu mellé. Oftadály. Ő is az első szándékból próbált közbelülni, ez most két elhamarkodott, elrontott támadás. Bár a Fradi legalább hosszú támadás végén lőtt el a labdát helyzet nélkül. Elek Gábor kérésének eleget téve, hogy türelmes támadó játékkal kell itt építkezni. Kovacsics és Háfra új emberként a Fradi csapatában a 12. percben. Snelder nagyon szépen szedte össze pedig, de nem tudja belőni az ittszer. Oktedal rágyorsít és elmegy, kapufáról jön ki a labdája. Itt az első két perces kiállítás, Háfra Noémi. Szépen verte meg kifelé lábon a védőjét, Öftedál. Nem lehetett már másképp megállítani, még így is majdnem belőtte. Így viszont Görbicnek kell belőnie a hetest az első mai győri vezetésért. Bent is van, ezúttal bíró támaszkodó lába mellé. Megfordítja a találkozót a házigazda. 3-5-ről az előző három gólt a győriek lőtték. Elek leviszi a kapusát, és a kiállított Háfra helyére már is visszajön Jovanović, így nem volt sok pihenője. Melder nem tud leválni, honfitársa széttépi a mezét, ott a hatos vonal Ivedro. Kovacsics, Jovanović! Nagy szüksége van a Fradinak az átlövésekre, és ahogy a felvezetőben is hallhattuk, erre leginkább ő lehet képes. A Van der Heijdentől is láttuk egy ilyen szép távoli gult már, felállt védelemmel szemben. Megjött Annemette Hansen is. Most Oftedállal, Gróttal tulajdonképpen három irányítani is képes játékossal a belső posztokon az Eto. Oftedál szépen tennék tovább, de nem jó a passz, szabad dobás lesz. Kovacsics akadályozta meg, hogy Grót lehúzza a szélre. Már csak fél perc az ember hátrányból, Oftedal, Hansen, gól. Szépen csinálta, kivette a tempót a lövésből, és egy sokkal lassúbb labdával vette be a kaput Hansen. És egyre inkább feltalálja magát a Győr csapatában, akkor kapott több játék lehetőséget, amikor sérülésekkel bajlódott a csapat. Közelmúltban voltak nagyon jól sikerült 5-6 gólos meccsei. Budusnosznak 4-et, Kecskemétnek 5-öt lőtt az elmúlt hetek során. Van der Heijden. Befutó szélső. Van der Heijden telibe találja befutó szélsőjét, a kipattanóval viszont Snelder. A lehető legjobb helyen átcsorgott. 7-7.
Ott lehet látni, hogy Sacl Nadin derekáról vágódik tovább a labda. Miután Van der Heijden telibe lőtte. Groth. Hoftedal. Hansen. Végig megy a folyosón. Nagyon jól száll be a mérkőzésbe. Hannemette Hansen. Negyed óra telik el a találkozóból. 8 hétre vezet a győri csapat, a bajnoki címvédő. Pena először pályán a mai meccsen. Lukács. Még egy kiszorított helyzetből vállalta az Itzert. A jobb szélső. Jó meccse volt a Győr elleni kupa elődöntő. 6 góllal ő volt a Fradi legeredményesebbje. De most egy elrontott Zitzerrel kezd. Támadó szabálytalanságot láttak a játékvezetők, egy szabálytalan zárást. Kovacsics. Most nem tud lefordulni a Ferencváros. Példásan rendeződtek vissza a házigazdák. Pena. Hátra. Kovacsics. Pena. Grimsby megint. És Snyder most nem tudta összeszedni. Belül volt már. Aztán nem engedi elvégezni a szabad dobást. 2 percet van. Egy kicsit most túlpörgött a holland légiós. Itt van Grimsby bravúrja. Aztán ő dobná tovább a labdát, és itt Snelder igyekszik bocsánatot kérni, hogy neki futott a kapusnak, de a játékvezetők már nem kímélik. Ember előny. És jön Knedlikova, valamint jön González a győri csapatba, az eddig keveset mutató jobb oldalra. Knedlikova. Vissza kellett fordulja, nem jött kézre a passz. Hansen. Brock mutatja magát. Kapja is a labdát. Fölé azonban. Kovacsics már nem bántotta, visszahúzta a kezét a döntő pillanatban. Ez csúnyán fölé lőtte a hollandok beálló klasszisa. Az előző ember hátrányából elég jól jött ki a Fradi. 1-0-ra talán még meg is nyerték Penáig azt a 2 percet. Nézzük most, hogyan tudnak támadni üres kapuval a hátuk mögött. Pena rá kikilépeget Oktadál, Hápra, labdaszerzés, Knedlikova, kitűnő győri védekezés, és üres a kapu. Hansen, nem kockáztatott, Oktadál, Görbic, át a túloldalra, de ott nem jött a szélső. Knedlikova ragadt a felező vonalnál. Ajándéklabda Sacl-nek. Őha azért idegesnek tűnik mind a két csapat. A Görbic Anita egy ilyen helyzetet nem vállal el. Ez is ritkaság számba megy. Lukács. Kovacsics. Szabad dobás. De a Fradi ebben a szezonban 7 vereséget szenvedett el összesen. Ebből 4-et idegenbeli mérkőzésen. Utolsót ugye a VL negyeddöntőben a Rostov otthonában. Jelentős 32-22-es 10 gólos vereség, de a hazai vereség után az már egy hamar eldőlt párharc volt, passzív. Kovacsicsnak lőnie kell, lő is, méghozzá gólt Grimsby lábai alatt. Nagyszerű villanás, nagyon gyors csuklóval. A győri csapat viszont makulátlan hazai környezetben, hibátlan ebben az idényben, mint 3 vereségét idegenben szervette el. González kapu mellé, de 7-es lesz.
szekeres még, nem is szekeres, bocsánat, Sacl még kap 2 percet. Ez már a harmadik kiállítás Ferencváros csapatában. A Görbicék egyik legszorosabb hazai meccsük a Budućnost elleni BL negyeddöntő visszavágó volt, csak 2 góllal 30-28-ra tudtak nyerni, miután 3 gólos hátrányban is voltak, tehát annak azért megalapozta a továbbjutását, annak a párharcnak az idegenbeli 6 gólos győzelem. Görbic. 6 figrétát is felavatja. A 7-esre kapus cserélt Elek Gábor, hát a 16 esztendős 6 fit egy bravúrral fel tudja venni a meccs hőfokát és hozzá tud tenni. 9-8, mióta átvette a vezetést a győri csapat, azóta azért a Fradi rendre csak az egyenlítésre képes. Igaz, még a zöldek sem vezettek 1 gólnál többe. Althaus is bent a győri védelem tengelyében, most Hansennel ők alkotják a 3-as védőpárt. Még jött Rixnelde. Kovacsics. Páfra. Kovacsics. Jó labda, de belepiszkálnak megint. Ezúttal Nikke Groth nyúlt hozzá. És Grimsbø rosszul esik. De nem lesz játék megszakítás. Ott ér hozzá Groth. Nem tudja összeszedni a másik holland Snelder. Ezt a jó védekezést már nem először látjuk a győriektől. Nedlikova a kapufára. Sacl kiállításából van egy 1/2 perc, úgyhogy Bíró Blanka lekocog. Fena. Úgy próbálta meglepni a kispadról. Kovacsics. Ápra. Grimsbø, de már szabad dobás. És Elek Gábor időt is kér. 21 perc játék után 9-8-as győri vezetés. Nagyon jól kezdett a Fradi. Aztán a hátrány a kapcsán, hogy Elek Gábor is mondja, megfordította a mérkőzést az Eto. Kicsit gyorsabban jöjjön már vissza, és töltsük meg a területet. Jó? Belül egy picit a tömörebben jöjjünk vissza. Kezdjük el a 38-akat. Kezdjük el a kereszteket, 38-akat, jó? Figyelj, csak a nagyon tisztát játsszuk be, jó? Gyerekek, nem jövünk el övönkézre. Nem tudom, mint a Nadánál az volt, nem volt. Jól látható, azonnal 2 perc. Jó, gyerekek. Óriási hangpárbajt így vív egymással a két kapu mögött tanyázó két tábor. Ferencvárosiakat is abszolút teltházni szektor, egy teltházni szektornyi szurkoló kísérte el Győrbe. Hétköznapi meccs ide vagy oda. Háfra. Kovacsics. Fena. Háfra érkezik. És itt is kiállítás lesz Althaus. Nagyon türelmesen megjáratták a labdát, mielőtt megindították volna a keresztmozgásokat a ferencvárosiak, és jól sikerült helyet csinálni, területet nyitni Háfra Noéminek, akik egy az egyben sokkal gyorsabb azért lábon, mint a veterán Althaus. Tudta verni. Grimsbø alatt jól pattintja be a kapuba is Háfra. Októberben ott a Győr ellen volt egy szenzációs beszállása a második félidőben, akkor 3-4 nagyszerű gólt is lőtt. Az a nagyon megemelkedett az ázsiója. És lehetett a decemberi világbajnoksággal is a magyar válogatott egyik legjobbja bizonyos mérkőzéseken. Hansen.
Roth. Snyder megfogja. Először játszik ember hátrányban. Az Eto, Ambrose Martin is természetesen levitte ilyen helyzetben a kapust. Hansen emel át. González, bent van. A mörk pótlására a szezon közben Érdről érkezett Mireia González. Tesz hozzá, és lő egy gólt a Fradi ellen. Az első találata a mai mérkőzésen. Ez a 8. bajnokia a Győr mezében. Snyder. Most nem tudtak belepiszkálni a paszba, és az már onnan neki zitzer. Minden más beállónak is persze. Jába repül Hübszbő. Nem engedi el egymás kezeit ez a két csapat. A két gól volt. 3-1-nél, 4-2-nél, 5-3-nál a Fradi javára a legnagyobb különbség. Egyszer vehetett volna el 3-mal is. A TC, akkor Dörbic labdát szerzett, és Zitzerben elment belőle. González pattintja tovább, Krok. Most őt ráncigálták. Elmúlt 4 mérkőzés a két csapat között, a rendes játékidőben döntetlen végeredményhez. 4 mérkőzésből 3. Rendes játékidőben döntetlen végeredménnyel zárult. Roth lövése és bíró. Vissza tudott még nyúlni estébe. Most a döntetlennel a Fradi lenne boldog, de pillanatnyilag a vezetésért támad. Háfra, gól! Meg is van a vezetés. 6 perccel a félidő vége előtt. 11-10 a vendégeknek. Egy Snelder-Hornyák csere. Ferencváros falában mihennie kell a hollandnak is. Brock nem figyel a bejátszásra. Bíró előre. Schatzl átveszi jobb kézzel. És belövi a kapus alatt. 2 góllal lép meg a Fradi. Egy huszáros sorozattal. Elek Gábor időkérése óta ez bizony 4-1 a ferencvárosiaknak. Most már a győri csapatnak is lépni kell valamit. Hansen. Nedlikova. Groth. Hansen. Mellé durrat. És ezúttal most jól látja Bíró Blank, hogy nem kell sietni. Kovacsics. Ápráig vissza. Hornyák. Egy pillanatra ragadt bent, aztán megindul a kispad felé. Támadásban átadja a helyét Penának, és Snelder is jön támadásra. Pená. Kovacsics, le a szélre. Lukács, kapufás gól! 13-10 az FTC Rail Cargo javára, és nem is várhat tovább Ambrose Martin az időkéréssel. Nagyon szépen megjáratott labda, egy gyors húzás le a szélre, és kellemetlen szögből is kíméletlenül bevágja Lukács. Let's do it a bit more movement in the offense with dupla cross. Dupla cross and attacking the spaces and checking the one and two. If the wing close, then let's play for our wings, okay? But calm, calm, okay? This is the most important. And if Nerea's in the middle, remember, more hard to go where we have one more player, not the weak side, not the this side, okay? Go! A nyugalom a legfontosabb, hangsúlyozta ki Ambrose Martin, hiszen egy kicsit kapkodóssá vált a győri támadó játék, elszórtak néhány labdát, és azért beszédes, hogy mennyire változott itt a meccs lendülete, és Elek Gábor időkérése volt, mennyire lendületbe jött a Fradi. Ennél az időkérésnél már csak a vendégtábor.
kiabált, tapsikolt és ünnepelt. A hazaiak kicsit elbizonytalanodtak. Csak úgy, mint a csapatok is. Hansen. Roth. González, rossz passz. Megmenthető, nem menti meg. Szekeres szedte össze egy vetődéssel. Minden egyes megmozdulásában látszik a Fradi játékosainak. Vetődnek a labdáért, küzdenek, hajtanak, nem kímélik magukat sem. Mert számukra ez az egy meccs, ez az egy nagy meccs maradt a szezonból. Itt most nincs olyan, amit nem lehetne beleadni. Pena. Hetes. Ez most nagyon jól adta elő a spanyol klasszis, korábbi bajnoki gólkirály. Hansent állítják ki még pluszban. Átemelte a bal kezére, tulajdonképpen azzal tudott volna kapura lőni, de mondjuk a lerántás nem kérdés. Jó ítélet. Van der Heijden hetesére kis Éva érkezik. Nem tud védeni. Van der Heijden újra. 4 góllal vezet az FTC Rail Cargo. Most 5-1-nél tart ez a sorozat, ha minden igaz, amit a Fradi produkál. De az elmúlt 4 gólt, az biztos, hogy a vendégek lőtték. Jön is vissza Oftedal, jön is vissza Amori. Oftedal. Amorim. Háfra szedné ki a kezéből. Újra törölni kell. Nincs már 3 perc sem hátra az első fél időből. Roth. Oftedal. Amorimot Szekeres állítaná meg, Brock még mindig mehet tovább. Nagyon jól hosszan támad ember hátrányban az Eto csapata, de hát gól kéne ebből az akcióból neki. Groth lépéshibát reklamálnak. Oftedal, gól! Megvan az a gól! Hát kicentiszték. Hornyák dereka mellett megy el a labda. De remek közbelövés, gyönyörű mozdulat. Hosszú-hosszú idő után, talán 5-6 perc elteltével az első győri gól. Kaluvégi. Rimsből. Napszélsőt cserélt Elek. Kaluvéginek ez volt az első vállalkozása a mai mérkőzésen. Neki sem jött össze, csak úgy, mint osztársának korábban, Lukácsnak. Oftedal. Még egy váltás. Amorim tovább megy egy leütéssel. Az már kár volt, így ugyan is nincs gól. Belemenés. Szekeres állt oda nagyszerű helyre. Marad a 11-14. Népligeti mérkőzésen az ősszel a szünetben döntetlen 11-11 volt a találkozó állása. Ahhoz képest most sokkal jobban áll a Ferencváros, és akkor nyerni tudott, igaz, saját közönsége előtt. Háfra, Kovacsic, Pena. Nagyon rizikós passz, Kovacsic eljutott azonban hozzá. Oftedal. Gyorsan fordulnának a győriek. Nedlikova. Fordultak is. 10 másodperc sem telt el talán a
a két gól között. És így az első fél időt a Fradi fejezheti be egy támadással. Háfra. Kovacsics, sok idejük nincsen. Háfra. Penna. Bejátszani nem lehet. Lőni kellene. Grimsből véd. És itt a vége az első 30 percnek. Két nagyon-nagyon szép szakasz produkált a Fradi. Az egyiket rögtön a mérkőzés elején, amikor talán kicsit meg tudták lepni a győri csapatot. Aztán fordult a kocka, de az Eto'o nem tudott komoly különbséget kialakítani, és egy újabb remek ferencvárosi szakasz Ele Gábor időkérését követően a fordítást és a három gólos vezetést jelenti a vendégcsapatnak egy fél időnyi játék után. Jelen állás szerint a Fradi tenne óriási lépést a bajnoki cím felé, de hát nagyon sok, 30 perc hátra van még a mérkőzésben. Hiszen 5-12-es ferencvárosi vezetés, tehát ez pedig azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mindenképpen jobban álljon az egymás elleni összevetésben a győri csapatnak, a címvédőnek, 6 góllal kell megnyerni a második fél időt. Ez azért még a Bajnokok Ligája győztesének is emberes feladat egy ilyen Ferencvárossal szemben. 5300 néző a helyszíne és csodálatos hangulat. Egyelőre persze inkább a Fradi tábora élvezte azt, amit látott. És még két apró észrevétel az első fél időhöz, hogy kicsit egyszerűsítünk. Amikor a Fradi kapta egymás után a három kiállítását, a Győr egyenlített, sőt hátrányból fordítva átvette a vezetést a találkozón. Az utolsó két kiállítás viszont a győri csapatból történt. Akkor a Ferencváros ragadta újra kezébe az irányítást, és lépett el három, sőt, egy adott pillanatban 4 góllal is. A fehérmezes vendégek kezdték a második félidőt, Szucsánszki megy fel vár a levegőbe, onnan szedi le őt Ivet Brock. Szucsánszki mellett Jovanovics újra a pályán, Sacl a szélen, Snelder középütt, Hornyák és Lukács még a Fradi kezdőcsapatában itt a második félidő elején. Szucsánszki. Grimsby. Megint csak sípszó. Egy jó védekezés kéne a győri csapatnak. Ez megadná talán az alaphangot itt a második félidő elején. Most már nincsenek messze tőle fenn a játékvezetős keze. Grimsby véd, de lerántják Snelder. Marad a labda a Fradinál. Amorim volt a szabálytalan. Az elmúlt 15 győri kirándulás során egyetlen egyszer tudott nyerni a Ferencváros csapata. Ez 10 évnyi időszakot foglal magába. Az az egy győzelem 2015 májusában, 27-25 arányban a bajnoki címet hozta a konyhára Ele Gábor csapatának. A mai keretben 7-en vannak abból a Fradiból, akik 3 évvel ezelőtt aranyat tudtak nyerni a győr oldal előtt. Ők ismételhetnének. A norvég olimpiai és világbajnok kapus koncentrál. Újabb törlés után folytathatja az akciót a Fradi. Hornyák. Lukács. Jovanovics. Grimsby ezt most könnyedén kitenyerelte. A jó védekezés megvan, erre lehetne alapozni egy felzárkózást jó támadójátékkal. Elek reklamál, hogy kit volt a labda. Oftedal, hát ő elég jó támadójátékos, egy az egyben lábon simán megveri a védőjét. Második gólja a találkozón. Jovanovics. Hornyák. Jovanovics, bal kézzel tenné le a szélre. Szabad dobás. Módi. Itt koncentráltabbnak tűnnek a győri arcok. Még egy jó védekezés Brocktól. Jovanovics.
Újra eldurrantotta, mert nem nagyon volt más választás. És indul Bódi, de rossz az indítás. Grimsby. Azt nem lehetett elérni. Micsoda fájdalom a rossz passz után a kapus arcán. Penált. De annyira gyűlik, hogy nagyon nehéz lesz őt megjátszani. Pena megint. Tettesre próbált menni, de csak szabad dobás. Hornyák. Szucsánszki. Hornyák, és bepattan a kapusról. Mázlis góllal megszerzi a 16. találatot a Fradi. Oftedal. Amorim, még egy leütés, és egy hetes. Hornyák iménti lövése a kapufát és a kapus hátát is érintve csorgott be a kapuba. Ez pedig, hogy Szucsánszki már elkésve próbált meg beállni a támadó elé. Így Grimsby hátáról pattant ez be végül. Tényleg szerencsés találat. Görbic jön a hetesre. 5 gólt szerzett az első fél időben a mezőny legeredményesebbjeként, most viszont bíró védeni tud. Az első kihagyott hetes a győri oldalon. Talán az első fél időben ez is jelentette a különbséget. A Ferencvárosnál 6 olyan játékos találtunk az első 30 percben, aki legalább 2 vagy több gólt tett hozzá a közöshöz. Hornyák megint, most már ő a 7. ilyen játékosa az FTC Rail Cargónak, hiszen ez a második gólja. A Győr csapatában Görbicnek volt 5, Hansennek 2, és mindenki másnak legfeljebb 1 gólja. Azért a sztároknak fel kéne nőni a feladathoz a címvédőnél. Szekeres. Groth. Most az A sorával ment Ambrose Martin, Amorim is ott van, Brock, Bódi befut, Oftedal, Amorim kicsit mélyen kapta, Piro, és nincs hípszó, talán várták volna a házigazdák a fújást. 5 gólos különbség még nem volt, akár ez is összejöhet, Snelder. Sem szerint az megtámasztotta azt a lövő kezet. Pena. Arrébb helyezi Sneldert. Ha neki akarta bejátszani a labdát, Schatzl szedi össze. Grimsbö. És Broké végül. Megvolt az esély az 5 gólos vezetésre. Amorim. Hansen érkezik már a 6. perc után a második fél időben. Ezek az első fél idei beszállása nem sikerült rosszul. Bíró újabb bravúr Oftedállal szemben. Oftedal most mindent egymaga egy-egyben akar megoldani. Ez hosszú távon nem lesz működőképes. Szucsánszki. Hornyák. Pena. Hornyák nem megy, Pena. Ott hagyta volna Sneldernek a labdát, de nem jól. Groth. Brock középütt, bent van. Egy gyors indítás gól, egy lerohanás gól, 2 gyors passzal, rendezetlen védelemmel szemben. Talán ez is olyasmi, amiről Zsiga Gyula beszélt az imént, nem kellett megkockáztatni a kapus hosszú passzát, 2 passzal is el lehetett jutni Zitzerig. 2 biztonságosabb átadással.
Na, lesz-e ennek jelentősége? Kétszer támadott az 5 gólos vezetésért a Fradi, ehelyett most már csak 3. Pena, illetve 4. Groth. Nem tudtak ráfordulni. A ferencvárosiakra szép volt a visszarendeződés, fegyelmezett, és a Jelek Gábor az első félidőben kérte, középüt sűrű. Hoftadál. Megint 1-1, megint gól. Csánszki billentette ki ezúttal az egyensúlyával. Keresi a ferencvárosi falban azokat a játékosokat, Oftedál, akiket könnyedén meg tud verni egy induló csellel, egy testcsellel, lábon. Csánszkit sikerült. Saci. Pena. Hornyák. Eladja. Görbic. De marad a labda a vendégeknél. Pena. Csánszki. Hornyák bele ablokba, és a labda mindenki között tovább pattog. Grimsbő szeteti össze. Groth, 1-1, bent van ez is. Most nem értek vissza a fehérmezesek. Cornelia Groth első gólja itt a találkozón. Snyder nagyon jól tette, hogy elengedte, mert még 2 percet is kaphatott volna. Nem tudott 5-tel elmenni a Fradi. És most már ott liheg a fővárosiak nyakán a házigazda. Kovacsics. Sacu megy be mellé. Mert Gábornak nem tetszett ez az elég korai, elég előkészítetlen vállalás. Sacunak kapott most. Természetesen, ahogy elkapja a fonalat a házigazda, megjön a győri közönség hangja is. 10 perc telik el a második félidőből. Ezt a 10 percet egyelőre 4-3-ra nyerik a győriek. De lesz belőle 5-3. Hansen! Nagyszerűen húzta vissza a jobb alsóra. Oda se nagyon tudott nézni, amerre lőtte a labdát. Mégis pontos a lövés. Jovanovic. Most a Népliget ilyen gödörben Elek Gábor nem is vár tovább, és kikéri idejét. A másodikat, egész pontosan. Ez egy állókészület, amit csinálunk. A labdács ember birkózik, a másik kettő középen megnézi. El nem indul senki labda nélkül. Mindenki átcsolod. Cserélünk, dobó. Jön a Laura, jó? Kicsit többet mozogjunk már! Borzasztó statikus az egész! Ez nekik a legjobb! Szépen fölőrölnek, érted? Mert mindegyik 10 kilóval több! Jó? Indulj már meg a labda nélkül! Gyere! Ez egy hülyeséget, meg ne csinálj maga, egy maroság! Gyerünk! 2-3! Fradi! Gyerünk, csajok! Kedvesen vagyunk! Az álló kézilabda nem kedvez. A kisebb termetű, de fürgébb mozgékony játékosokból álló Ferencvárosnak, ahogy hallhattuk. És most ebbe ment bele a Fradi támadásba, főleg. Nagy termetű győri védők ezt a játékot könnyedén megnyerik. Gáborinkkal és Hansennel középső posztokon. Na, jó 4-5 perces gólcsend után ki tud-e kecmeregni a gödörből a Fradi. Jovanovic, Kovacsics. 7-es lesz. Belül védekezésért. Bódi fájlajott talán a hasfalát. Egy kemény ütközés volt kettejük között. Jövő
hetes talán elég lesz a gyógyulási időszakhoz. Van der Heyden. Ő is kihagyja. Grimsbø. Most már a Fradinak is van kihagyott hetese. Ahogy a csapat elkapja a fonalat, hogy Grimsbø is hozzáteszi a magáét a tizedik védésével. Az egyenlítésért támad. Az Eto, de előbb még várni kell. Nicke Groth térde vérzik. Ápolásra lesz szükség. González jön a helyére. Látjuk, ennek lesz-e a kisebb kényszerszünetnek bármilyen hatása a győri oldalon. Hansen, hát mögötti passz, Brock kezéből szedik ki, 7 méteres. Micsoda labda volt! A lehető legjobb helyre, oda az orra elé a beállónak. Snelder a szabálytalan. Groth megy a heteshez. Most már szép kis kötéssel a térdén. És kapufáról vágja be. Egyenlét. A bajnoki címvédő. Groth második gólja itt a második félidőben. Az elsőben nem is volt eredményes. Kovacsics. Jovanovic. Grimsbø. Micsoda védés. Sacznál a labda viszont. Amiről Kovacsics Anikó beszélt előzetese, hogy igazából nincs vesztenivalójuk, hiszen mégis egy világválogatott szintű gárda otthonában lépnek pályára. Viszont mégis van, mert azért a bajnoki cím egy jó eredménnyel összejöhet. Van der Heyden villan. Erre most nagy szüksége volt a Fradinak. A második átlövés gólja, a másik két gólját hetesből érte el. Talán bele is nyúlt a sánc ebbe a lövésbe. Szóval egy ilyen első félidei állás után viszont most már nagyon is van vesztenivalója a Ferencvárosnak. Lehet, hogy ez egy kicsit meg is zavarta a vendégcsapatot. Bódi hagyja ki az Itzert. Elég olcsó hiba volt. Nagy helye volt felkanyarodni, rákanyarodni. Kovacsics. Áfra. Kovacsics! Ő is megrázza magát. Szépen visszahúzta. Nem ijedt meg a győri egyenlítéstől a Fradi. Talán ettől találtak újra erőre, vagy kaptak újra erőre a népligetiek. Groth. Hoftedal. Az nagyon mellé. Ezekkel az elkapkodott labdákkal Ferencvárosiak helyzetét könnyíti a győri csapat. Ó, nagy hiba Kovacsics. Hoftedal megy és javíthat. Javít. Egymás hibáiból élnek most a csapatok. Hoftedal, aki rengeteget vállal a negyedik gólyánától. Itt a rossz passz. Háfrával próbáltak megváltani. Kicsit talán beragadt a labda Kovacsics vakszozott kezébe. Snelder. Lukács nem tud befutni, pedig megpróbált. Földön végezte. Kovacsics. Sacnu. Áfra. Van der Heyden. Egy pillanatra megtorpant az ütközéssel, de betöntötte a védőjét, és be is lőtte a labdát. Hoftedal robog végig középkezdés után.
azt jól érezte meg a norvég karmester, hogy le akarják dolgozni a hátrányt, és meg akarják fordítani a meccset úgy, hogy nekik kedvezzen az összevetés, akkor fel kell gyorsítani ezt a játékot. Ebbe eleinte bele-bele csúszott néhány hiba, most viszont nagyon biztos lövőformában már Oftedal. Az elmúlt három betöréséből rendre gólt szerzett. A meccs utolsó negyed órájában vagyunk. Most nem vagyunk sokkal okosabbak, mint az elején. Egyetlen gólos Fradi vezetés. Így az őszi meccsel együtt számolva összevetésben három. Ez aranyat érhet a Ferencvárosnak, csak hát nem lesz egyszerű megtartani. Háfra. Kovacsics. Leszedik. Csak szabad dobás. Kovacsics Anikó 8 bajnoki címet nyert a győri csapatjátékosaként, ahol egy évtizedig játszott. Tehát a játékvezető keze. Van der Heijden blokkról megy be a labdája. Az ő átlövései billenthetik át a Fradit a holdpontokon. Amorim teszi le. Görbic. Gól. Ezt nagyon szépen felmutatta, kivezette és bepattintotta Görbic Anita. A mezőny legeredményesebbjeként már 6 gólos. Itt van, hogy Groth kezéről bevánszorog a labda Grimsby mellett a kapuba. Áfra. Bevitte a sűrűbe, hetest kap. Áfra felveszi a kesztyűt Háfra Noémi. Nyáltalán nem egy ijedős tizenéves. Ott benne a darálóban. Megérte. Van der Heijden helyett most Penna lövi a hetest, aki az őszi bajnokin 6-ból 6-ot belőtt a győri kapuba. Viszont a kupa döntőn az utolsó hetest ő hagytak, és azzal veszített kupa elődöntőn a Fradi. Most bent van az első 7 méterese. Újra 2 az előny, 23-21. Most egy időkérés Ambrose Martintól. This is Gorbach closing in the breaking through in the last moment. Okay, we are bad luck, but no problem. Keep doing, okay? Every time, yes, we take the ball, be wide, and attack to the goal because in counter-attack we are scoring, okay? Yes, come on, we will come, go on! Egyesével kell ledolgozni azt a hátrányt és szélesíteni a pályát, nyitni a sávokat, a folyosókat, mondta Ambrose Martin. Elek Gábor csapat nagyon szépen elállította a vérzést a győr egyenlítését követően. És új erőre kapott a Fradi. Nedlikova és González a győr jobb oldalán, és középült Hansen ezúttal. Puhalák is újra pályán a bal szélen. Groth. Hansen, Puhaláknak egy nagyon rossz labda. Egyesen elkaphatatlan. Kovacsics. Ő is elég rizikósan, Lukács azonban megmentette. Kornyák Háfra csere támadásban. Utolsó 12 perc kezdődik. Ha így marad, könnyen lehet, hogy a bajnokság utolsó érdemi 12 perce, legalábbis ami az aranycsatát illeti.
Áfra. Van der Heyden. Grimsbø. De hetes. Balák a szabálytalan. Benne ezúttal Kis Évának lövi a hetes. Kis Éva! Micsoda védéssel mutatkozik be. Milyen elképesztő fontos pillanat. Ez bent van ugyanúgy három, mint a szünetben volt, vagyis mint a semmivel nem tartan előrébb az Eto. Így még mindig föl lehet zárkózni. Háfra, Kovacsics, kiesik a kezéből, a labda az ötmezeseké. Amori. Groth. Gól. És megint ahelyett, hogy hárommal vezettek volna Bíró Blankái, csak egy. Nagyot küzd a győri gárda, átfordítani nem sikerült a mérkőzést, azért ez a Fradi mentális erejét is dicséri. Szekeres, és ő van be támadásból is beállóként. Hápra. Nyitott a védekezését a győri csapat. Kovacsics. Zedlik Ková. A 3-2-1-es verzióban próbálkoznak Hansenék, így a lendületvételt a korai ütközéssel, korai szabálytalansággal megakadályozhatják a mozgékony ferencvárosi támadóknál. Kovacsics, Háfra, Brock kapja el, újabb szabad dobás. Van der Heyden, Háfra, Kovacsics, lőni kell, Grimsbø! Hát ezt hogy szedte ki? Egy hokikapus úgy spárgázott. Amorim, Hansen, Knedlikova ejtés. Egyenlít a győri Audi Eto KC. Megint. 23-23. A cseh szélső második gólja a meccsen. 9 perc van még hátra a találkozóból. Van der Heyden. Támadásban most megint bondokkal küzd a Fradi. Penál. Talán majd ő megoldja. Grimsbø elkapja a labdát. Ott az indítás. Knedlikova. Bíró! Hihetetlen! Képtelen átvenni a vezetést a bajnok. Most mind a két kapus parádézik. Bal kézzel beleragad. Úgy kapja el, hogy beleragad a kezébe Grimsbőnek. És Bíró a túloldalon zicsert fog. Penált rángatják meg. Pená, bent van! Ő meg tudott villanni. Talán kibillenti a Ferencváros támadó játékát ezzel a gullal a gödörből. Knedlikova marad lenne a földön, a jegyzőasztal előtt. Vallom őszintén, magam sem láttam, hogy mi történt vele. Lehet, hogy itt a nagy cserélgetéseknél valakinek a lábában elbotlott. Penáéban, és csúnyán ki is ment a bokája. És itt a bal szerencsés szituáció. Ferencvárosi szurkolók egy pillanatra nem laggadnak. Győriek most játékosuk egészségéért aggódnak.
De ha lekerült az a cipő, és ha Napoli fogják a bokát, akkor azzal már lehet, hogy nehezen lesz ma folytatás. De nagyon bal szerencsés sérülés nehezíti az Eto dolgát most. Bódi jön vissza a jobb szélre ezzel. Ilyen helyzet, de gyakorlatilag játékon kívül a labda. Amikor megsérült Nendi Kovács. Ahány bal szerencsés sérülést elszenvedett az Eto ebben a szezonban, de már nem is csodálkozik. Nyolc perc a mérkőzésből. Kualák. Oftedál ejti ki. Amorim. Broch. Szekeres érkezett. Kicsit későn és nagyon belül. Csak szabad dobás. A korábbi megállító faltot Snelderét lefújták. Amorim. Nem hagyják lőni. Lukács vette fel vele a kesztyűt. Bódi. Groth visszafordul. Bódi megint. Groth belemegy. Nem tud kiegyenlíteni az Eto. Szucsánszki harcolja ki ezt a belemenést. Nagyon rutinosan. Szucsánszki Zita azt mondta a meccs előtt, hogy ő akár egy gólos vereséget is aláírnak Nedlikova a könnyek között, az ápolás közepette. Pene eladott labda. Hát ebből még simán lehet ferencvárosi győzelem is. Azt meg pláne. Amori. Groth. Hoftedál. Puhalák. Cunder. Kapufáról. Hát ilyen vagányságot. Ifjú szélső bevállal ilyen helyzetben egy Cundert. Szucsánszki, Pena, Sacilt oda futtatták be a szélről, de nem lehetett megjátszani. Szucsánszki. Passzívat reklamálnak a kispadról Görbicén. Van der Heijden. Szabad dobás. Még nincs passzív. Most már van. Szucsánszki. Itt a Snelder maga oldja meg a törlést. Van der Heijden. Eldernek tenné be. Nem sikerült. Amorim szerez labdát. A győriek jöhetnek. 10-9-nél vezetett utoljára a bajnoki címvédő ezen a mérkőzésen. Amorim. Visszakapja. Amorim a szélre. Bódi mehet. Bíró és Szekeres kezéről pattan ki. Marad a házigazdánál. Elképesztő fontos pillanatokban mutat be bravúrt Bíró Blanka. Nem is kicsiket. Oftedál. Broch. Oftedál. Számítanak az induló cselére. Nagyon jó volt a besegítő védekezés a kettes védőtől, Szucsánszkitól. Hoftedál most a másik oldalra. Belövi! Átveszi a vezetést a győri együttes. Hoftedál 6 góljából 5-öt a második félidőben szerez. Ambrosz Martin kapott sárgát reklamálásért, jól láttam, 2 percet reklamált Szekeres esetében.
Talán volt is benne valami. Az utolsó 4 perc. Elképesztő izgalmak a magyar női kézilabda bajnokságban. És akár úgy is alakulhat, hogy az izgalmak majd a hátralévő, mondjuk úgy kisebb meccsekre is tovább húzódnak. Szucsánszki visszakapja. Nem lehet letenni, inkább a szélre. Nem áll szabad dobás. Talán túlságosan is lassította az elmúlt percekben a támadásait. A Fradi megint passzív. Kovacsics. 5 passz még van. Szucsánszki. Blokkról Grimsbő, és megindul Bódi, de nem indít a kapus. Nagyon bölcse. Oftedá. Ő viszont kitenné a szélre. Bódi, ezt nem lehetett megmenteni. Kár volt ekkora rizikót vállalni ennél a passznál. Ez már Jócskán pályán kívül. Az egy gólos vereség még mindig a Fradinak kedvez, mert hogy a Ferencváros 27-25-re nyert a Népligetben az ősszel. Ez hasonlóan emlékezetes mérkőzés, hanem még inkább olyan. Kovacsics kapufáról fölé, és nem kap szabad dobást. Rótot lendülő kezével orba vágta, de ezzel most senkinek nincs ideje foglalkozni. Brock. Most már senki nem bírja ülve a csarnokba. Amorim. Az utolsó 2 perc. Oftedál. Rót le a szélre, ott az ittszer, Bódi! 2 gól a győri előny. Ilyen talán még az egész találkozón egyszer sem volt. Az utolsó 2 percig Elek Gábor kért időt. És a nevet cserél. Jó? Középről indítok te a 4-es, és simon középen, jó? Gyerekek, ez most nagyon fontos, jó? Gólt kell mindenképp előnünk, és nem kapasz gyors gólt, jó? Nagyon-nagyon fontos. Gyerünk! Gyerünk vissza, mutás, csajok! Nem, mondtam, hogy mész vissza! Gyerünket, ti vagytok a 2-3-as, Dodó jobb 2, Kusi bal 2, de, ha, de, jó, össze! Csináljuk meg! 2-3! Elképesztő hangorkán a csarnokban, 26-24-es győri vezetésnél, akkor, amikor már csak 1-52 a végéig. Mindenképpen gól kell, mondta Elek Gábor, és aztán semmiképp sem kaphat gyors gólt a Fradi, amely most lehozta a kapusát, így hát 7 mezőnyjátékossal támad. Ez a támadás akár a bajnoki címről is szólhat. De most már mindegy. Hornyák. Snelder kanyarodik fel a két beálló közül. Mészáros meg sem moccan a kettes mellől. Kovacsics. Hornyák. Nem mernek neki menni a falnak, nehogy elvegyék a labdát, hogy eladott labda legyen. Hornyák tenné le a szélre. Lukács vissza. Pena, Grimsbő véd, a kipattanó megvan Puhaláknak. Támadhat a Győr, hogy átbillentse az egymás elleni mérdeget a maga javára. Ilyen még nem volt a bajnoki menetelés 8 hónapja, 9 hónapja során. Oktedár. Rót. Amorim, aki ilyen helyzetekben a legtöbbször szokott vállalkozni, ahogy hallhattuk már a felvezetőben is. Oftedál teszi le, Bódinak rossz, kiejti a kezéből. Nem sikerül befejezni, és a Fradinak
Bő 40 másodperc áll még a lehetőségére. Bíró le, Penabe, megint 7 a 6 ellen. Ha Ferencváros gólt lő, gyakorlatilag majdnem biztos bajnok. Pena, Snelder, megint ugyanaz a figura. Mészáros lecövekel Groth mellett. Pena, lesz-e belőle helyzet? Kovacsic, Hornyák, Sneldert eltüntetik, passzív, Sacl, nem lehet bemenni, Bódi, 10 másodpercen belül. Pena, vissza Sacl-nek, lőni kéne, belemenés, és letelik az idő. Vége a mérkőzésnek. 26-24-re nyer meg egy mérkőzést a Fradi ellen a Győr, és úgy örül annak, hogy megőrizte esélyét a bajnoki címhez, mintha már meglenne. Ugyanúgy 2 gólos hazai győzelem, mint október 31-én a Népligetben. Semmivel nem lettünk okosabbak, hiszen teljesen egyforma a két csapat egymás elleni mérlege. A bajnoki címet a Győri Audiato KC és az FTC Rail Cargo együttesei között. Az összesített gólkülönbség, vagy ha még az is ugyanannyi, akkor a lőtt gólok száma fog eldönteni. A Fradinak egyel több meccse van még hátra a bajnokságból, de pillanatnyilag gólkülönbségben és lőtt gól számban is a győriek állnak jobban. Azonban így az utolsó fordulóknak, amikor a Fradi majd a Békés Csaba, a Budaörs, bocsánat, a Kisvárda, a Békés Csaba, a Kecskemét és a Vác ellen játszik, a Győr együttese pedig a Fehérvár, a Budaörs és a Békés Csaba ellen, ezeknek a meccseknek extra jelentőségük lesz. És megy majd a matek a végelszámolásig, az utolsó pillanatig. Május 23-án, hogy nagyjából este 8:30-8:48-ig. Nehéz szavakat találni, Barta Zoltán először Elek Gábort kéri meg arra, hogy tegye meg. Hát nekem sem annyira könnyű szavakat találni, annyival kellemesebb helyzetben vagyok, hogy Elek Gábornak kell találni a szavakat, hogy kellene találja. Nagyon nagyot harcoltunk, a végén egy kicsit belefáradtunk, tehát a könnyű lovasságunk. Ugye ez most ez az eredmény azt jelenti, hogy nem ért véget a bajnokság, hanem megy a harc a gólkülönbségért. Hát azt gondolom, hogy ez egy újabb dráma, és egy újabb, tehát azt gondoltuk, hogy ezt már nem lehet fokozni, lehet. Úgyhogy fokozódnak a feszültségek. Én azt gondolom, hogy jó propagandája volt ez a sportágnak ez a mai meccs. Bevallom őszintén, ahogy nézem és hallgatom, nem tudom eldönteni, hogy most elégedett, nem elégedett, vagy most mit kell érezni ilyenkor, ebben a szituációban, egy ilyen mérkőzés után. Hát most még borzasztóan dolgozik bennem az adrenalin, tehát ez meg nem tudom eldönteni, hogy elégedett vagyok-e vagy sem. Nyilván örülök neki, hogy nyitva maradt a kérdés, de egy kis szerencsével akár ez eldönhetett volna. A hátralévő feladat pedig az, hogy amikit csak tud, csúnya szó lesz, de rommá verni. Így van. Nyilván ez nem egy könnyű feladat. Hát ez egy nagy harc lesz most. Köszönöm az értékelést. I told Gábor, arról beszéltünk Elek Gáborral, hogy az arcán nem lehet látni, hogy elégedette vagy sem. Mi van Ambrose Martinnal? Hát igen, elég sokat beletettünk ebbe a meccsbe. Nagyon nehéz mérkőzés volt, éreztük a nyomást. Végig a második fél időben futottunk az eredmény után, de amit az utolsó pillanatokat tekinti vagy illeti, az lenyűgöző, amit akkor tettünk. Úgyhogy vegyes érzéseim vannak, a legfontosabb azonban a csapat harci szelleme, küzdő szelleme. Nem döntöttük el a bajnoki címet, nem dőlt el a bajnokság, de elégedett vagyunk, hogy nyertünk. Mi volt a legnehezebb ebben a 60 percben? Amikor vezettek és könnyedén játszottak, egymás után lőtték a gólokat, az nagyon nehéz volt számunkra. De még ebben a szituációban is nyugodtak maradtunk, és a magunk dolgára összpontosítottunk, és próbáltuk megragadni a meccs lendületét, és eljött ez a pillanat, de talán már nem volt elég idő hátra. Nagyon különleges vége lesz ennek az idei szezonnak. Mi most a feladata? Nem könnyűk a hátralévő feladatok. Hát ez tényleg nagyon nehéz.
Ráadásul még ott van a Final Four is, arra is fel kell készülni. Három bajnoki még a bajnokságban. Nem könnyű bizony. A gólkülönbség fog dönteni, melyik csapat a bajnok, de harcolni fogunk, megpróbáljuk az utolsó pillanatig. Mindkét versenysorozatban. Hát ilyen a helyzet. Elégedek vagyunk, hogy itt vagyunk, élünk még minden sorozatban, és a Final Four-ban is ez nagyon fontos a számunkra.